Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslás. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez a virágcsokor, az jelenti a te szépségedet, a nőiességedet, vagy egy meglepetést, hiszen tervezi azt, hogy jönni fog, hogy megajándékoz téged. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, vannak tiszta gondolatok, tiszta érzelmek, vagy szeretne veled valamit tisztázni. A Lenormand kártyánál ez a virág jelenti a szexuális témákat is, hogy megvan ez a fantázia, de olyan szép gondolatok. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt látható ez a gyűrű, ez jelenti a kapcsolatot veled, felveszi veled a kapcsolatot, és itt a hold azt jelenti, ez az ő álma, ez az ő vágya, ez az ő elképzelése. A gyűrű jelentheti azt is, hogy visszatér hozzád a múltból, ha az utóbbi időben nem volt kapcsolat, mégis megvan ez az álom, álmodozik rólad, megvan ez az elképzelés, és vissza fog térni hozzád. Mit fog tenni? Itt ez a korbács jelent félreértéseket, vitákat vagy veszekedéseket. Lehet, hogy ez utal a múltra, és most keres egy új irányt, egy új lehetőséget, egy kiutat ebből a helyzetből, hiszen itt tisztázódik valami jó szándékkal közeledik hozzád. Az utak jelentik a döntéseket is, melyik irányba kellene tekinteni. Az, hogy itt a korbács megjelenik, és utal arra, ami fáj, lehet, hogy ő sértett meg téged, vagy te őt, de jelenthet egy harmadik szemét is, amikor viták, veszekedések voltak nála, most van egy kiút, van egy elképzelés, és erről szeretne beszámolni neked. Az is lehet, hogy az anyukájával volt ez a vita, hiszen a hold jelentheti az anyukáját is. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a tudás, de a nyitottság is, hiszen ez a könyv nyitott, lehet, hogy a múltban zárkózott volt. De most megváltoztak a dolgok, jelenti a nyitottságát, beszél érzelmekről, visszatér hozzád, lesz egy kiút, sőt, egy kellemes meglepetés is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dende Rám!